Régebben már hírt adtunk arról, hogy elköltözött a Bulvárd és Brezsnyev galéria. Hogy mi változott azóta, vagy változott-e valami? Erről számol be nekünk Viktor a Zsolt, a Bulvárd és Brezsnyev alapítvány elnöke. A Bulvár és Brezsnyev 2006-ban indult egy picike kis üzlethelyiségben itt a 7. kerületben. Valójában én egy olyan helyet szerettem volna létrehozni, ahol műalkotások vannak, marha hangosan szól Frank Zappa és társai, és egy ilyen cool helyet létrehozni, és nagyon jó, hogyha jó lett volna, hogyha vásárolnak festményeket. De most ez olyan nagy siker övezte ezt a fajta kezdeményezést, hogy sikerült kibérelnünk egy kiállítóteret, ahol hétről hétre, hónapról hónapra kiállításokat szerveztünk. Akkor ez is már így kinőtte magát, akkor megalapítottuk a Bulvár és Brezsnyev Közép-Európai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapítványt, és az alapítványnak ebben a formában sokkal jobban tudjuk közvetíteni azt az értéket, amit mi elhatároztunk, mégpedig, hogy fiatal és pályakezdő művészeknek megjelenési lehetőséget biztosítani. Azon kívül azokat az embereket, akik nincsenek érintve a művészetek által, mert perifériára kerül az ő életükben, azokat egy kicsit közelebb hozni a művészetekhez, nem elfelejtve azt a tényt, hogy egy pár száz év múlva vélhetően csak a művészetek által fognak emlékezni ránk. És milyen eszközökkel sikerült az ilyen embereket bevonzani? Hát klasszikus nemzetközi és magyar eszközökkel, vendégszeretettel, humorral, kedvességgel, semmi megjátszással és semmilyen egyéb alűrökkel, talán egyfajta ilyen természetes közvetlenséggel új művészeti formákat felkutatni, ezeknek megjelenési lehetőséget adni. Egyfajta társadalom művészet, ahol a társadalom és a művészet közötti kapcsolat felerősítése, aztán később már voltak olyan törekvéseink, hogy a társadalom formáló státuszába visszahelyezni a művészetet, ami régen nagyon-nagyon fontos volt. Azért az elmúlt 4 év alatt több mint 80 kiállítást rendeztünk, vendégszerepeltünk Kasselba, ami a világ legnagyobb 5 évente megrendezendő művészeti kiállítása. Mi indokolta a költözést? Hát az, hogy alapvetően hely hiányunk lett, megszűnt a régi helység, ahol kiállításokat tudtunk szervezni, és ez egy elég motiváló dolog volt. Tökéletesen be tudtak rendezkedni a jelenlegi galériába? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez a tér, ahol most vagyunk, ez sokkal alkalmasabb bizonyos dolgokra, mint ahol voltunk. Ez egy nagyon-nagyon szép tér. Igen, azt gondolom, hogy ez tökéletesen megfelel, mint helyszín, mint kiállítási helyszín fiatal művészek és műalkotások bemutatására. Ez egy jobb helyszín. És most milyen kiállítást láthatunk most éppen itt a galériában? Hát pont ez a furcsa jogi helyzet azért ez nem engedheti meg, hogy itt tematikus kiállításokat szervezünk. Ez egy random kiállítás, tehát itt közel 60 alkotónak, 58 alkotónak vannak műalkotásaik. Azért a mai modern kortárs művészet elitjébe tartozó alkotók is a kiállítók között vannak, és olyan emberek is, akik nem régóta ismerkednek a művészettel, illetve keresik a művészeti kifejező eszközeiket még. Mi az a léc, amit át kell ugraniuk azoknak az alkotóknak? Mindenféleképpen egy irgalmatlan nagy alázat kell ahhoz, hogy ahogy bánnak avval a dologgal, amire ők kivetítik a saját belső világukat. Ez a legfontosabb talán az, hogy jók legyenek az alkotások. Tehát az alkotások szeressék az alkotót is. És egy olyan párbeszédet indítsanak el, néző, befogadó és a műalkotás között, ami elgondolkodtató és valamilyen kapcsolati rendszer alapja. Milyen kiállításokat, milyen rendezvényekkel találkozhatunk nyáron?
Hát nem tudom elmondani, ugyanis ez a helység, ezt mint tudjuk, ez egy önkormányzati helység, ennek az, ez az önkormányzati helység, üzlethelységet mi kitakarítottuk, rendbeszedtük. Ahhoz, hogy funkcionálni tudjunk, ehhez azért az önkormányzatnak a hozzájárulása is szükséges, és egyéb más segítség is a részükről. Konkrétan? Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha így... az üzemeltetésben részt vennének, hogy ez mindig nyitva legyen, hogy a programszervezésben részt vennének, bevonva a kerületi szervezeteket is, fiatalokat. Nem tudom, hogy milyen úton, módon, de mindenféleképpen azt kell, hogy tervezni tudjunk, hogy legalább legyen egy olyan státuszunk, hogy maradhatunk addig, amíg nincsen státuszunk, addig, amíg úgymond csak itt vagyunk, minden nemű felhatalmazás vagy megbízás ellenére, így nagyon nehéz tervezni, és nem is akarok. Hát a jövővel kapcsolatban csak ezt tudom mondani, hogy mindenféleképpen kell egy megállapodás az önkormányzattal. Én 3 hete odaadtam a jegyzőnek és az alpolgármesternek, Devosa Gábornak, nem személyesen neki, de a jegyzőnek igen a kulcsot, illetve egy levelet, melyben kifejezésre juttattam azt a szándékunkat, hogy szeretnénk együtt dolgozni így az önkormányzattal, a 7. kerületi önkormányzattal, hogy akkor majd később tudjuk azt mondani, hogy szeretnénk ilyen és ilyen és ilyen alkotóknak a kiállítását. Amíg ez nincs, addig csak nagy nyomás van, mert szeretnénk ugye megcsinálni idén is, tavaly nagyon nagy sikerrel rendeztük meg a No Gulás, No Puszta, No Betyár, Csak Magyar Művészet projektet, ami külföldieknek szólt. Ezt is szeretnénk, és nagyon sok tervünk van, de a terveink azok még csak álmok, mert addig nem ér semmit, amíg nem kapunk egyfajta visszajelzést, hogy itt tudjuk folytatni, vagy elkezdeni valamit. Idén a Bulvár és Brezsnyevnek a fő projektje a művészet és a sport. Ezeknek a dolgoknak a felszínre, illetve ezen dolgok értékeinek a felszínre hozása, művészet és sport kapcsolat. Tehát firtatjuk, és jövő héttől újra indul a pingpong, mert egy pingpong klub is üzemel itt a galéria területén, tehát ez kvázi egy sportgaléria, és így, mint közösségi térként a sporttal kiegészítve, kulturális tevékenységgel, sporttal kiegészítve, így szeretnénk várni azokat az embereket, akik bejönnek. Most a legfontosabb feladat az, hogy találjunk önkénteseket, akik itt vannak ebben a galériában, hogy nyitva legyen, hogy megvalósult ez az űrtér projekt, de hogy akik erre látogatnak, mindig nyitott kapukat vagy ajtót találjanak, hogy mindig be tudjanak ide térni, akár pingpongozni, akár megnézni a műalkotásokat. És várunk olyan civil szervezeteket is, akiknek nincs mondjuk helyük, vagy egy megbeszélést szeretnének tartani, mert itt van rá lehetőség, van egy iroda szintünk, úgymond, de aztán lehet, hogy később majd kiállító tér lesz.